Volt egyszer egy feltaláló, akinél mostanában nem jött az ihlet úgy, mint szokott általában. Elfogyott a pénze, ezért gondolt egy nagyot, és mivel nyár volt, saját fagyizót nyitott. Tessék csak, olcsó, de az íz maxon. Tuti fixen meggazdagszom. Vanília jöhet? Tartsa csak a tenyeret. Ezért ilyen olcsó. Álljon meg a menet, maga tényleg kispórolja a fagy alól a kelyhet. Nekem sem adott. Kéne? Persze, az mindenkinek kellhet. Kerített hát tányérokat, és abba tette az adagokat. De a nap végére annyi szennyes gyűlt, hogy a feltaláló egészen elhűlt. Más megoldás kell. Műanyag tányér. Használat után eldobható, és ugyanannyi ráfér. Na persze, és a teknősök szedjék össze a szemetet? Fenntarthatóság. Ilyen pazarlást művelni nem lehet. Megvan. Akkor legyen a tányér ehető. Nem marad utána nyom, és bármi rátehető. Kipróbálta egy sajtos tallérral. De az íz nem passzolt, és ráadásul lefolyt. Talán egy gallérral, vagy üreges alakkal több fagyi fölfér. Addig játszott az anyaggal, míg nem előállt egy... Fagyis tölcsér! Jó találmánynak tűnik. Praktikus! Finom! És a mosogatnivaló megszűnik. A fagyizót újra nyitom! A vevők örömmel fogadták az új ajánlatát. Fincsi, és a tölcsér is jó. De az egyikük elszólta magát. Végre már eddig tölcsérért a szomszéd cukrászdába jártam. Én is. Ekkor Feli rájött, hogy ilyen bizony már van. Ezt is feltalálták már? Szomorúan kiáltott. Az eltaláló feltaláló bizony megint ráfázott.